Köszöntök minden kedves tévénézőt! Mai alkalommal a polgármesteri tárgyalóban beszélgetünk Szepesi Tibor városvezetővel. Üdvözlöm, polgármester úr! Köszönjük a nézők nevében is, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a televízió nézőket! Természetes, hogy rendelkezésre állok. Első témánk az Ifjúságbarát Önkormányzat cím lenne. Ezt Szolnokon, a Vármegyeházán vette át ő polgármester úr. Mit lehet tudni erről a címről? Hagyományos, hogy a Vármegyei Közgyűlés különböző kitüntető címeket ír ki önkormányzatok részére. Ilyen az idős barát önkormányzati cím, az ifjúság barát önkormányzati cím. A természet közeliséget jutalmazzák, hiszen nagyon sok ilyen díjat alapított a Vármegyei Közgyűlés. Ezekre pályázni lehet, és hát nyilván különböző feltételei vannak, és nagyon szigorú feltételei vannak. Pályáztunk, hiszen önkormányzatunk nagyon nagyban támogatja az ifjúsági programokat, az ifjúsági szervezeteket, és nagyon sok olyan együttműködést alakítottunk ki a városban lévő civil szervezetekkel, ifjúsági szervezetekkel, diák önkormányzatokkal, amely az ő működésüket segíti. Nagyon sok olyan programot szervezünk, nagyon sok olyan rendezvényt tartunk, amely kimondottan az ifjúságnak szól, és rajtuk keresztül próbáljuk meg feltérképezni azokat a lehetőségeket, hogy a városnak milyen irányban kell fejlődnie, akár az ifjúságról, akár pedig az idős barát címről beszélünk, hiszen erre is nem olyan rég nyújtottuk be a pályázatunkat. A Vármegyei Közgyűlés úgy döntött, figyelembe véve a beadott pályázatot, hogy és elismerve azt a munkát, amelyet a város végez, hogy megérdemli Karcag az ifjúságbarát önkormányzat kitüntető címet. Ez nem azt jelenti, hogy ez véget ért volna bármilyen program, és itt most teszünk egy pontot, hiszen ezek a programok folyamatosak, folyamatosan figyeljük az együttműködés lehetőségét, és természetes, hogy folytatjuk ezeket a programokat, megállapodásokat, akcióterveket. Ez egy mérföldkő, amely jelzi azt, hogy jó úton haladunk, és ezt más is látja kívülről. Nézzük egy kicsit a beruházásukat. Van egy nagy projekt, a Nagyvénkerti városrész fejlesztése. Mit lehet tudni erről, hol tart a kivitelezés? Valóban a jelenleg zajló egyik legnagyobb projektünk. Nyilván emellett van még nagyon sok projekt, amelyeket akár most fejeztünk be, vagy előkészítés alatt vannak. Nyilván erről is érdemes majd néhány szót váltani. De valóban a Nagyvénkerti projekt, amely egy átfogó, nagyobb lakóközösséget és városrészt érint. Ennek első része a csapadékvízelvezetési pályázat, hiszen Nagyvénkert kertvárosi részén zajlik jelenleg is ez a program. Árkok ásásával, csapadékvízelvezetéssel, különböző objektumok elhelyezésével. És én azt gondolom, hogy elég nagy lakossági megelégedéssel zajlik ez a program. Nagyon jó a kivitelező, nagyon szép munkát végez, és várhatóan határidőre be is tudja fejezni. Van egy másik része is ennek a projektnek, amely jelenleg a közbeszerzési eljárás alatt van, hiszen útfelújítás is fog történni ezen a városrészen, amely elsősorban a kórház környékét, a kórházutat, az Ohio teret érinti, de reményeink szerint akár a kórház út felújításának egy részére, tehát ott a lakótelepi út előtti rész felújítására, javítására is tudunk fordítani ebből az összegből. És hát nyilván olyan közlekedésbiztonsági megoldások, okoszebra, különböző parkolók, közlekedési táblák elhelyezése válik lehetővé, ami az ottani közlekedést egyszerűsíti és biztonságosabbá teszi. De ebben a pályázatban játszótérfejlesztés is van, tehát egy játszótér, és reményeim szerint egy fiatalokat már régóta érdeklő és izgató kérdés a Gördeszka pályának az elkészülte is bele fog férni ebbe a pályázatba. Vélhetően a közbeszerzési eljárás néhány héten belül lezajlik, tudunk szerződést kötni, és kezdődhet az a munka, amely elsősorban az útfelújításban lesz majd látványos. És azért mondom, hogy lesz majd látványos, hiszen látjuk, hogy a zöld faút elkészítésével, újraaszfaltozásával és szélesítésével, amely egy újabb projektnek a része, és ott lassan már a végére érünk,
ezzel a projekttel gyakorlatilag körbejárható lesz Karcag azon gyűjtő útjai, amelyeket ugye előzetesen jeleztünk, hogy mindenképpen felújításra kerülnek. Tehát a Deák körül, Zöldfaút, Vasútút, Szivárványút, ugye a már meglévő Püspökladányi út, Madarasi út, ez azt jelenti, hogy a legfontosabb gyűjtő utak teljes egészében felújításra kerültek, már ami a város részét illeti. Nyilván van egy elmaradás, de ugye erre nem olyan rég kaptunk egy választ, hiszen a kávé szünet rendezvényen a megyei közút igazgatója elmondta, hogy tervezés alatt van a Dózsa-György útnak a felújítása, az elkészítése, úgyhogy ha az is elkészül, akkor gyakorlatilag a fő utak Karcagon teljes egészében megújultak, és nyilván ez az egyik legfontosabb a közút felújításban. De ha már ugye elkezdtem, és én hoztam föl, hogy más projektjeink is zajlottak, befejezés után vagyunk éppen, ugye ilyen a fürdőmedencének a felújítása, amely a napokban került átadásra. Ez is egy nagyon hosszú folyamat volt, és hál' Istennek azért elkészült, pontot tettünk a végére, ma már használható. Milyen paraméterei vannak ennek a medencének, illetve mi a különlegessége? Ugye ez a medence egy nagyon várt felújítás volt, hiszen az azt megelőző gyógyhármas medence a jogszabályi változások miatt használhatatlanná vált minden korosztály számára. Nyilván lehetett volna még sokáig őrizgetnünk ezt a medencét és meghagyni ebben a retro kinézetében, de azt mindenképpen tudni kell, hogy ha gyógyvizet engedünk, vagy engedtünk ebbe a medencébe, akkor a 14 év alatti korosztály nem használhatta. Ezért mindenképpen kellett egy olyan megoldást találni, amely ennek a korosztálynak, tehát a 4-5 évestől egészen a 18 és a fölötti korosztály részére is lehetőséget biztosít. Ezt úgy lehetett megoldani, hogy elbontottuk a régi medencét, és kerestük a megoldást arra, hogy hogyan lehet egy modern, 21. századi, de mégis valamilyen szinten, még ha nem is gyógyvízzel, de melegített vízzel ellátott strandmedencét készíteni, amely kiszolgál minden korosztályt. Erre kaptunk egy lehetőséget, hiszen a magyar kormány támogatásával, pénzügyminiszter úr hatatos közbenjárására a Tiszatavi Fejlesztési Tanács kapott egy akkora forrást, amelyre az önkormányzat is pályázhatott. Így jutottunk hozzá ez a több mint 200 millió forintos támogatáshoz. Ebből épült meg ez a medence, ami több mint 100 négyzetméter feszített víztükrű medencét jelent, a különböző gépészeti megoldásokkal, és hát nyilván azokkal a látványelemekkel, amelyek azt gondolom, hogy elsősorban a családok és az ifjúság igényeit szolgálják, a csúszda, a kosárlabda, palánk, a különböző jacuzzis megoldások, a beszélgető sarok, az akadálymentesítés, a napozó terasz, tehát nagyon sok olyan megoldás van, ami eddig még nem volt a Karcagvárosi gyógyfürdőben, ma már megtalálható, és hát én bízom benne, hogy örömmel használják majd a karcagiak, és hát nem csak a karcagiak, hanem a Karcagra látogató fürdővendégek is. Lehet-e már tudni, hogy meddig üzemel ez a medence? Az elképzelések szerint szeptember végéig, október közepéig tudjuk üzemeltetni ezt a medencét, ahogy mondtam, időjárástól függően, és nyilván majd a tavaszi szezonban újraindítani. Nem ért véget a fejlesztés, bízom abban, hogy sokan látták, hogy az a homokozó rész, vagy az a homokpad, az azért került oda beépítésre, hogyha fejleszteni tudjuk, és nyilván ez majd megfelelő forrást kell keresni, akkor ebben az irányban tudjuk majd tovább fejleszteni a medencét, és akkor az előzőhöz hasonló alakban, de két térben, tehát egy kétterű medencét képzeltünk el hosszú távon, úgyhogy mindenképpen szeretnénk fejleszteni. Térjünk át a kulturális programokra. Szeptember 18-án megrendezésre kerül a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központban a Városi Polgármesterek Randevúja nevezetű programsorozat. Mi ennek az előzménye, mit lehet erről tudni? Valóban keressük azokat a lehetőségeket, amely a Sámán Dob folyamatos, ugye a Milánói Világkiállítási Pavilon, tehát a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ lehetőségeit kihasználva tudunk megszervezni és Karcagra
a Nagykunság fővárosába hozném. Így történt meg a nyáron több olyan rendezvény, amelyet már nyilvánvalóan látott ott a karcagi közönség, és hát remélem, hogy nézőként akár részt is vettek ezeken a programokon. A következő időszak is zsúfolt lesz, ennek első része valóban a polgármesteri randevú, az év polgármestere választás, amely már nagyon sokadik alkalommal kerül megrendezésre Magyarországon, és hosszú évek óta kiírásra kerül. Ugye itt a Szféra Kft. Szervezésében kerül megválasztásra, közönségszavazás alapján az év polgármestere, az év alpolgármestere és az év jegyzője. Idén az a döntés született a rendezők részéről, hogy Karcagon szervezik meg ezt a rendezvényt, köszönhetően annak is, hogy az előző évben az év polgármestere kitüntető címet én vehettem át a szervezők jóvoltából, és a természetesen a karcagiak szavazatának köszönhetően, amelyet ezúton is köszönök. Úgyhogy ez lesz egy nagyon nagy rendezvény, az ország minden részéből, minden nagyobb településéből várjuk a polgármester kollégákat, alpolgármestereket, jegyzőket, és nyilvánvalóan azokat az érdeklődőket, akik szeretnének részt venni ezen a konferencián, hiszen nagyon sok olyan előadás is lesz, amely a városok életével, a jövőbeni kormányzati lehetőségek egyeztetésével. Itt nagyon sok minden elhangzik, és szerintem ebből majd lehet profitálni a városvezetőknek. De tervezzük a további programokat is, hiszen egy nagyon szép kiállítás előtt állunk a kazak kormány jóvoltából. A kazak kincsek kerülnek bemutatásra, különböző ruhák, fegyverek, ékszerek fognak ide érkezni az épületbe, amely megtekinthető lesz, lesznek még konferenciák természetesen mellette, és hát várjuk a jövő évet, ahol már előzetesen úgy néz ki, hogy egy nagyon szép és nagyon színvonalas újabb festménykiállítást, egy nemzetközi szintű festménykiállítást lehet majd megtekinteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az épület nagyjából egy évre már elkelt, tehát folyamatosak azok a rendezvények, amelyek megszervezésre kerülnek, és hát nyilván jönnek a megkeresések, amelynek állunk elébe, és mindenképpen szeretnénk eleget tenni. Végezetül térjünk rá az elektronikai hulladékhasznosítóban történt űzre. Mit lehet tudni? Megtörtént-e a helyreállítás, illetve működik-e ez az üzem? Megállapításra került-e, lezárult-e a hatósági vizsgálat? Megállapításra került-e, hogy mi okozhatta ezt a félelmetes tüzet? Valóban egy félelmetes tűzről beszélünk, hiszen óriási lánggal égett és hatalmas füst volt a tűz fölött, amelyet lehetett látni, és amely legnagyobb szerencsénkre nem a város irányába jött, hanem más irányba fújt a szél. Folyamatosan monitorozta természetesen a katasztrófavédelem szakemberei, a különböző mérőállomások kitelepültek a város különböző pontjaira, és nézték azt, hogy esetleg eléri-e azt a szintet, amikor a Védelmi Bizottságot össze kell hívni, és valami olyan tervet elkészíteni, amely akár a lakosságot is érintheti. Nem kaptunk ilyen visszajelzést sem aznap, sem a következő napokban, hogy bármilyen beavatkozás szükséges-e a katasztrófa védelem szakembereinek a munkáján túl. Ez vélhetően azt jelzi, hogy nem érte el azt a határértéket semmilyen mérés, amely más beavatkozást szükségesített volna. Nyilván azok a vizsgálatok, amelyek a tűz kialakulásával kapcsolatosak, folyamatosan zajlanak, egy hatalmas kiterjedésű tűzről beszélünk. Ezt ugye nyilván aprólékosan végig kell venni, át kell vizsgálni a szakembereknek, természetesen az ott dolgozók, illetve a tulajdonosok közreműködésével. Ez a vizsgálat zajlik. Nem kaptunk még én sem semmilyen olyan visszajelzést, amely a lezárultával megmondta volna azt, hogy pontosan mi történt. Nyilvánvaló kell ebből tanulni egyrészt a tulajdonosoknak, másrészt az ott dolgozóknak is, hiszen biztos, hogy lesznek olyan következményei, amely a következő időszak működésével, a működési engedély betartásával, vagy esetleg módosításával, a szükséges szabályok módosításával járnak.
Én azt gondolom, és nyilván előzetesen ezt beszéltük a szakemberekkel és a tulajdonosokkal is, hogy minden olyan szabályt, feltételt betartott a tulajdonosi kör, és természetesen az ott dolgozók is, amiről tudomásuk volt. Nyilvánvalóan lehetnek olyan és előfordulhatnak olyan esetek, amely nem biztos, hogy emberi hibára vezethető vissza. Én gondolom azt, és biztos vagyok abban, hogy ha ilyen lett volna, akkor azt kiküszöbölik. Láttuk az extrém meleget, láttuk azt, hogy a felületi hő az akár a 100 fokot is elérhette, bármi megtörténhetett. Én azt gondolom, hogy nem kell találgatnunk sem nekem, sem pedig a lakosságnak, ezt a vizsgálat pontosan ki fogja majd deríteni, és nyilván felszínre hozni. Tudunk-e arról valamit, hogy a helyreállítás megtörtént-e már, és tud-e működni ez az üzem? Én csak a tulajdonosok tájékoztatására tudok hagyatkozni. Ők azt mondták, hogy elég komoly kárt okozott ez a tűz. Mindenképpen azon lesznek, hogy az üzem a működését tudja folytatni. Én úgy tudom, hogy már a napokban újra kezdődött a munka, tehát újra kezdődtek azok a munkálatok, amelyek azt jelentik, hogy mindenki, aki a cégnél dolgozik, megtartotta a munkahelyét, megkapták a fizetésüket. Nyilván volt egy szabadságolási időszak, amikor otthon tartózkodtak, de a munka elkezdődött, folytatják, tehát biztos vagyok abban, hogy előbb-utóbb azok a részek is javításra kerülnek, ahol jelenleg még a takarítás, a karbantartás, vagy akár a vizsgálat folyik, és esetleg amiatt nem lehet hozzákezdeni. Az üzem működik, a munkahelyek meg vannak mentve, és szerintem ez a legfontosabb, hogy az egészség megóvásra került, nem károsodott, és a munkahelyek pedig folyamatosan működnek és üzemelnek. Köszönjük a tájékoztatást. Köszönöm. Köszönöm a beszélgetést, a nézőknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, viszontlátásra. Viszontlátásra.